A jobb alvássorozatban most vizsgáljuk meg azt, hogyha az ágyunk ö, valamiféle zavaró tényező mellett vagy körül helyezkedik el. Ezek a zavaró körülmények sok minden lehet, mindenki másra érzéken, mindenki másra foglalkozik, de mondjuk ö, biztos, hogyha valamiféle fény szűrődik be, az sokakat zavar. Tehát legyen ez a F betűvel jelzett fény. Aztán nézzük meg, mi van akkor, ha zaj szűrődik be, ugye ez a Z betűvel lehet jelölni. Tehát valakit a zaj zavar, és azért kell tompítani, vagy olyan hangszigetelő szerkezeteket, falakat beépíteni, hogy ez a zaj lecsökkent állapotú legyen. És ugye ezek jellemzően ablakokon, ajtókon jönnek be, tehát ha van egy ablakunk, ahol be tud jönni, mert a zaj mondjuk, mert nincsen olyan jó hangszigetelő képessége annak a több réteg üvegnek, vagy kevés rétegszámú az üveg, vagy nem olyan a kialakítás, vagy netán a fénynél nincsen olyan zsalúzia felszerelve, vagy külső hogy ténylegesen zárja a holdfényt, a napfényt, az autók fényét, a közlekedési zajfényére kell számítani, akkor ez probléma lehet. Pláne terheltebb helyeken, ha egy sűrű belvárosban lakunk, vagy egy belváros azon részéből a sűrű a közlekedés, ott zajfények, reklámok, többihez világítás az mind-mind hatással lehet az itt alvás minőségére. Tehát nézzük meg, hogy a fény, a zaj, mit csinál. Aztán a hideg is ugyanilyen zavaró lehet, tehát az ablakon keresztül hideg jöhet be, illetve meleg mehet ki. Tehát figyeljünk arra, hogy itt a hőmérséklet, a Celsius, Mit eredményez, tehát ez mondjuk a H betű, tehát hogy milyen hőmérsékletet produkál ez a tér, az ő ablakaival, ajtóival, falaival, és az a környezet, ahol vagyunk, tehát egész más, ha mínusz 40 fokban kívül, vagy plusz 10, mert egy mediterrán vidéken lakunk, tehát ez mind-mind hatással lehet ránk. Hogy most éppen a túlzott melegtől, vagy túlzott hidegtől nem tudunk aludni, az mindenkinek persze egy saját érzékenysége, hogy ő itt milyen hőmérsékletet akar, és akkor avatkozzunk be esetleg takarókkal, párnákkal a fekőhely, otthonosabb kockásabbá tételére, átételével, Tehát figyeljünk arra, hogy itt az egész millió olyan legyen, hogy ne fázzunk, kellemesen érezzük magunkat, és ezek a külső hatások, a zaj, a fény, a hőmérséklet kevésbé legyenek ránk hatással, és kevésbé zavarják az alvásunkat.